Tudjátok azt, hogy naponta több ezer ember fekszik reménytelenül kórházakba. Némelyek hallja a rossz hírt, hogy itt a vége, fuss el véle. És különféle orvosi diagnózisok keretén belül, és nincs reménységük, és nem ismerik az Urat. De a Szent Szellem indított bennünket, hogy menjünk be hozzájuk. Az Uzsoki Kórházban jó néhány évben megdöbbentő volt már önmagában az, hogy mennyire bölcs volt a kórháznak a vezetője, és mennyire nyitott volt már az első levélre. Rögtön adott nekünk jogosítványt, hogy bemenjünk a kórtermekbe, és ott az emberek tényleg úgy vannak, hogy általában nyomja mindenki a munkáját, pörögnek az életükben, és ott olyankor... Egy kényszer megálló van. Amit leírtak az evangélisták, a négy evangélista, hogy ők a szemükkel látták, és számolnak be arról, hogy Jézus, akit az Isten küldött, mint Mesiás, meghalt értünk, majd feltámadt a halálból. És amikor ezt elmondjuk az embereknek úgy, hogy mi magunk is keresztül mentünk ezen, és át, már mint az ővele való találkozásról beszámolunk, akkor az Isten szelleme jelen van, és meggyőzi a hallgatóságot arról, hogy ez a beszéd igaz. És ennek van olyan ereje, ami meg tudja törni az emberekben a homályosságot, a hitetlenséget, a félelmet, és meg tudja nyitni a szívüket arra, hogy befogadják Jézust, mint megváltójukat. Egyik alkalommal egy olyan kórterembe léptünk be, ahol csak férfiak voltak, és én egy olyan idős úrhoz léptem, hogy beszélgessünk, aki 60 fölött volt, és mint kiderült, egy mérnök úr, és versenyszerűen űzte a tájékozódási futást, úgy, hogy még korábbi években is helyezett volt országos versenyeken, és éppen egy térd műtét után lábadozott. És mondtam, hogy azért jöttünk, hogy Jézusról beszéljünk, aki megváltotta az életünket, és megváltoztatott bennünket, és ha nyitott rá, akkor örömmel beszélnék róla önnek. És a férfi nagyon kedves volt, mondta, hogy üljek le az ágya szélére, leültem az ágya szélére, mondja, hogy szimpatikusok vagyunk neki, de ő ateista, szintén, mint nagyon sokak, és hogy mindig távol állt tőle ez a téma, és hogy egyáltalán nem hisz. És akkor mondtam neki, hogy a hit nem egy olyan elvonatkoztatott dolog, sőt, elég nagyon kicsi hit ahhoz, hogy az ember Istenhez forduljon. Sőt, a Biblia azt írja a hitről, hogy elég, ha az embernek egy akkora hite van, mint egy mustármag, és ezzel a kicsi hittel hegyeket tud megmozgatni. És Isten országát is a Biblia egy mustármaghoz hasonlítja, hogyha az a pici mag behull az ember szívébe, akkor elkezd ott dolgozni, munkálkodni, és nagy fává lesz, és megváltoztat mindent. És valahogy, amikor erről a pici mustármagról beszéltünk, a férfi elkezdett sírni, de a Szent Szellemnek egy olyan jelenléte szállt le, hogy én is elkezdtem sírni, és remegő ajkakkal folytattam a beszélgetést, és végül a férfi elmondta a megtérők imáját, és óriási örömmel jöttünk el a kórteremből, és sajnos nem találkoztam ezzel a férfival azóta, de hiszem, hogy azóta egy megerősödött hívővé vált, és még azt is remélem, hogy visszatért az erdőbe, mint tájékozódási futó, és az Istennek az áldása kiteljesedett az életében. A mennyben mindig csak egy kérdés hangzik el, kit küldjek el? Ki az, aki elmegy Zolival? Ki az, aki kész bekapcsolódni ebbe a kórházmisszióba? Júniustól kezdődik, néhány kezet látok, majd keressétek meg Zolit ezzel kapcsolatban.